74 millió lej lehet idén az állattenyésztési szektornak szánt állami támogatás. A szarvasmarha, bivaj, sertés, ló, jú és kecsketenyésztők mellett idén hangsúlyt fektetnek a háború által érintett ágazatokra is. Idén is biztosítanak alanyi jogon járó állami támogatást az állattenyésztőknek, a keretösszegeket már elfogadták az idei év első fél évére. Magyar Lóránt RMDSZ-es parlamenti képviselő híradónknak elmondta, a gazdák számíthatnak a szövetségre abban, hogy jobb és biztosabb életük legyen. Ugyanakkor idén hangsúlyt fektetnek azokra az ágazatokra is, amelyeket negatívan érintett a háború. Az idei évben jóvá lett hagyva egy kormányhatározat által egy de minimis program, ami a háború sújtott ágazatokat illeti. Ugye itt az energiaválság miatt súlyos problémák merültek fel a szarvasmarha tenyésztésben. Itt első fázisban 73 eurós támogatásban részesülnek a teherőmarha tartók. Ugyanez a támogatás meg fog jelenni a húsmarha tartókra is. A tervezet szerint idén az állattenyésztési szektornak szánt állami támogatás teljes összege legtöbb 74 millió lej. 32 millió lejt a szarvasmarha, bivaj, sertés és lótenyésztésre különítenek el, 42 millió lejt pedig a jú és kecsketenyésztésre szánnak. Az összegből fedezni lehet az állatok törzskönyvezését, valamint az állatok vizsgálatával járó költségek megtérítését. A támogatás szubvenció formájában jut el az állattenyésztőkhöz. A kedvezményezettek lehetnek egyéni vagy családi vállalkozások, valamint termelői engedéllyel rendelkező magánszemélyek és állattenyésztésre szakosodott jogi személyek is.